Az elmúlt időszak a fővonalak felújításával együtt telt el a vasút életében, most hol tartanak a 100-as fővonal felújítási munkálatai? Tehát egyszerre most a vonalon, tehát a 120-as, ugye a mi vonalunkon, a fővonalunkon, ahol a mezőtúr is fekszik, illetve a 100-as fővonal a Szajor-Debrecen püspökladány oldal, ugye vele együtt mind a kettő részen folytatódik a pályafelújítás, pályakarbantartás. Ehhez kapcsolódóan ugye nagyon nagy változások lesznek most vágányzári menetrend szinten, ami azt jelenti, hogy Szolnok-Szajor állomások között a Tisza hídnak a ideiglenes berakása fog megtörténni, ami azt jelenti, hogy a mostani Tisza hídat le fogják zárni, és mellé egy új ideiglenes Tisza hídat fognak elhelyezni. Ezáltal ugye azt jelenti, hogy a kapacitás szűkülés fog következni, tehát ezáltal a két vágányból, csak ugye a Szajor-Szolnok állomások között egy vágány fog folyamatosan üzemelni, ezáltal ugye a vonatoknak a száma is csökkenni fog valamilyen szinten, illetve a menetrendi struktúrát ehhez kell alakítani, ami azt jelenti, hogy később, vagy illetve hamarabb fognak közlekedni a megszokott menetrendhez képest a vonatok. Ezzel együtt, amit mondtam is, Murony és Békés Csaba állomások közötti pálya karbantartás, illetve pályafelújítás, illetve Mezőberény állomásnak a teljes felújítása is folytatódik. Ezáltal itt is ugye pályakapacitás szűkülés van, ami azt eredményezi, amit elmondtam is, hogy ugye a menetrendi struktúrát teljesen át kell szervezni. Késésekről beszélhetünk-e a vágányzárral kapcsolatban? Az örömmel elmondhatom, hogy nagyon nagy késéseink nincsenek. Mondjuk a vágányzári menetrend ezért is készül, ugye a rendes közszolgálmú éves menetrendhez képest. Ugye próbálják ugye ezáltal úgy kiszerkeszteni a menetrendet, hogy a vonatok ugye olyan találkozási helyen legyenek, tehát mint nyílt vonalon, ahol ugye nincsen pályakapacitás szűkülés. Ennek megfelelően ugye a vágányzárni menetrendek készülnek bizonyos időszakokra, amikor két hetekre, illetve egy hónapos időszakokra. Ez mindig függ attól, hogy milyen munkátokat végeznek a vonalakon. Mikor indul a vágányzári menetrend, és milyen változásokat fognak tapasztalni az utasok? Most a legközelebbi vágányzári menetrendi időszak, ez 6. hó 30-án 0 órától, 7. hó 13-án 24 óráig fog tartani. Nagyon fontos változás lesz, ami azt jelenti, hogy a mezőtúr Szolnok, illetve Szolnok mezőtúr viszonylató személyszállító vonatok többsége csak Tiszatenyő állomásig fog közlekedni. Tiszatenyő állomástól egyébként biztosítva lesz az átszállás Szajor állomásra, illetve Szajor állomástól ugye a debreceni vonalon közlekedő személyszállító vonatok történő felszállással lehet Szolnokra elutazni. Nagyon fontos változás még az is, hogy a Budapest irányából érkező gyorsvonatok körülbelül olyan 5 perc eltolódással, tehát később fognak érkezni 5 perccel a mostani menetrendhez képest, de viszont nagyon nagy fontos változás a Budapest irányába közlekedő gyors vonatok, intercity vonatok. Ezek a vonatok 50 perccel később fognak közlekedni a mostani menetrendhez képest. Ami azt jelenti, hogy most például 13 óra 1 perckor induló gyorsvonat, az 13 óra 50 perckor fog indulni, de ez minden gyorsvonatra és intercityre vonatkozik. Mennyi ideig fog tartani a vágányzár, illetve a felújítási munkálatok? Ez jelen időszakban most ugye 7. hó 13-áig, majd 7. hó 13-ától megint ugye jönnek olyan időszakok, amelyek alapján ugye itt a munkálatoktól függően, de a teljes felújítás az egész szakaszra, ebbe beleértve a Szolnok-Szajor közötti ugye a Tisza híd felújítást is, itt a Szajor-Püspökladány oldalt, ez kb. 2015 hát tavasza várható. Az utasok szempontjából az egyik legfontosabb kérdés az átszállások lehetősége. Az átszállással kapcsolatosan annyit tudnék itt elmondani, hogy a Szarvas irányából érkező személyszállító vonatok, ugye az minden óra, minden második óra 55. percében vannak itt, ezáltal ugye a Budapest irányába közlekedő Szarvas felől érkező utasoknak, ugye nem lesz átszállás biztosítva, csak a következő óra 55-50 percében, tehát akkor tud a következő gyorsan elmenni. Sajnos, ugye ezáltal, hogy a vágányzári menetrend életbe lép, de ez is csak mondom 7. hó 13-áig lesz így, úgyhogy addig is kérjük az utazó közönség megértését és szíves türelmét. A megértésen és a türelmen túl hol tudnak az utazók tájékozódni a megváltozott menetrendről? Mint ahogy el is mondtam, az előbb nagyon-nagyon változik a menetrend, de próbálunk valamilyen szinten tőlünk telhető legnagyobb szinten az utazó közönségre odafigyelni. Ezáltal a váróteremben több helyre kihelyezett ugye vágányzári hirdetmény van. A személypénztár mellett úgy szintén elhelyeztük még egyszer, hogy a
utazóközösség, aki a menetjegyet veszi, azért még egyszer ott szembesüljön vele. Megtalálható az Elvira honlapján, illetve személyesen a személypénztárban tud érdeklődni az induló vonatoknak az adatairól. Beszéltünk Békés Csaba és a Keleti pályaudvar közötti felújításokról, vágányzárakról. Lesz-e változás Szarvasmezőtúr állomások között? Igen, egy fontos változás lesz, ez egy éjszakát fog érinteni, ez július 7-ét, ami azt jelenti, hogy Mezőtúr szarvasállomások között egy pályakarbantartási munkát fognak végezni, egy nagy gépes vágányszabályozás, ezáltal ugye azt jelenti, ez 18 órától fog tartani másnap reggel 4 óráig, ezáltal a két utolsó vonat, amelyik ugye Mezőtúrról indul 19 óra 4 perc, illetve 21 óra 4 perckor, illetve Szarvas felől érkező 19 óra 55 perckor, megálló személyszállítónat, illetve a 21 óra 55 perckor megálló személyszállító vonatok helyett vonatpótló autóbusz fog közlekedni. Nagyon fontos információ ehhez, hogy a vonatpótló autóbusz közlekedésekor ugye Pusztabánréve és Halászlak megálló helyeket nem fogja érinteni a vonatpótló busz.